helyet, mert én nagyon jó. Gyönyörű lett, én azt gondolom, hogy Szegedhez méltó, és méltó ahhoz, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a magyarországi településes nagyvárosok között is nálunk a legaktívabb a nyugdíjas életedőknek köszönhetően, hiszen közel 70 nyugdíjas klub működik a városban, és Ildikó segítsére a 70-nek közel a fele rendszeresen használja itt az Eszperendő utcai épületet. Ezért döntöttünk úgy, hogy akkor méltó körülményeket szeretnénk az itt folyó munkának teremteni. Fél év alatt sikerült ezt az épületet kívül belül gyönyörűvé tenni, és úgy, mint egyébként az összes önkormányzati intézményt, hiszen felújítottunk 14 óvodát, 7 kölcsönök, 6 nyugdíjas klubot, Kárpát-Jászsugáróti nyugdíjas klubot, építettünk új nyugdíjas klubot is a városban, tehát nagyon sok intézmény beruházásunk volt. A cél itt is az volt, mint az összes többinél, hogy egyrészt modern és szép legyen, másrészt hogy megint energiatalanékosunk. Nekem a mérnök urak összeírtak ilyen különleges dolgokat, hogy mit épültek ide. Azt tessenek elképzelni, hogy innentől kezdve egy szemernyi gázt nem fog felhasználni ez az épület. Megszűnt a gázfűtés, mert hogy építettünk 2 darab hőszivattyút, ami a teljes fűtést biztosítani fogja. Ennek ugye kettős haszna van, hát egyrészt a mostani energiárak mellett, hogy meghangsúlyozom, hogy ez mennyire fontos, másrésztről pedig nem tudom, hogy tetszenek-e tudni, Szeged városában nem a közlekedés okozza a legnagyobb terhelést a környezetnek és a levegő minőségnek, hanem a fűtés értelemszerűen. Tehát ezért törekszünk arra, hogy a gázfűtés megszüntessük minden önkormányzati intézményben, és a lehető legmodernebb, akár ilyen földhőszivattyúkkal, akár pedig geotermiával váltsunk ki. És a több mint 30 ezer panellakást és 800 közületet, amit pedig a távhűtőrendszerünk lát el, ott ugye megépítettük Európa legnagyobb geotermikus fűtési rendszerét, tehát felére csökkentettük a károsanyag kibocsátást, és elkészítettük a terveket, hogy ezt majd folytatni tudjuk. És hát természetesen szükség volt ahhoz, hogy ez a ház ilyen energiatakarékos legyen, hogy a nyilázárok is kilettek cserélve, mint egyszerek látni, és teljes hőszigetelést kapott. És hát a megvalósítottuk azt is, hogy teljes mértékben akadálymentes az épület, tehát a bejutás az épületben akadálymentes, és egy boldogatói akadálymentes helyiséget is. Összességében, tehát elmondhatom önöknek, hogy 163 millió forintot fordítottunk erre az épületre. Teljes egészében a Szegedváros költségvetéséből származik ez az összeg, semmiféle európai uniós hazai támogatást nincs benne. Hát, hogy miért nincs ebben a dolgát tetszenek tudni, de mi úgy döntöttünk, hogy ez az épület mindenképpen megéri, hogy a sok ezer szigéri szigényet tudja tenni. Ugye megújult ez a 120 személyes nagyterem is, és az oktató termen kívül egy 23. terem is elkészültől tetszettek látni, tehát itt aztán ugyanúgy, mint a korábbi időszakos, sőt, talán még intenzívebben hét minden napját lehet gondolkodni és rendezvényeket folytatni. Úgyhogy én szeretném megköszönni Ildikónak, mint a Senior Center vezetőjének, az itt működő dolgozó nyugdíjas kluboknak a kiváló munkát, a polgármesteri hivatalunk és az önkormányzati cégünk a fejlesztéseinket bonyolító kultus munkatársainak az előkészítés, és szeretném megköszönni a kivitelezőnek, tehát a ránézésre szépünket végzett, és alig fél év alatt megvalósította ezt a felújítást. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a munkáinkat, a támogatásokat is. Szép jó napot kívánok mindenkinek, nagy szeretettel köszöntöm, mint a kedves egybegyűlteket. Hát hoztam önöknek egy nagyon kellemes kis versikét egyrészt, ehhez leveszem a szemüvegem, mentem már én is közelemnek. És ugye szemüvegben nem látjuk. Nyugdíjas köszöntő vers. Amikor még 20 éves az ember, reggel 6-kor keltőzött a vekkel. Dolgozni megy, vagy az egyetemre, este mégis bulizni van kedve. 30-nál már éjszaka is fel kell, foglalkozik 2-3 gyerekkel, ferenkákat cipel a Tesco-ból,
ki sem látszik a sok földből. 40-esek már fél lábon állnak. Ők már akkor tinikre vigyáznak, és bár még mindig, vagy ismét korán kelnek, kiegészítésként másodállást lelnek. Mindegy az, ha nincs is hozzá kedve, kell a gyereknek pénz az egyetemre. 50-esek sem dőlhetnek hátra. Gondolni kell már az unokákra. Itt fáj, ott fáj, de nincs időm sírni, mert még jó pár évet ki kell bírni. 60-asok lassan evickélnek, nem sokára ők már révbe érnek, munkás éveiket kiszámolni kérik. Sok meló van benne, a nyugdíj beérik. Nem volt jó számtamból, aki kiszámolta? Vagy talán a postás nem jó helyre hozta? Mert mire belett fizetve az összes számla, nem maradt a nyugdíjból a téli kabátra. Mit tehetne? Szórul, akkor akciókat keres, ha kell egy nap 3-4 boltba is beles, hogy lássa, hol olcsóbb és hol drágább a sok díj, hogy a széle hosszát megüsse a nyugdíj. 70-esnek már teljesül az álma, megszületik egy-két dédunokája, s bár kezét és lábát alig húzza, vonja, elmúlik akkor mindenféle gondja, amikor az unokákat karjába szorítja. Nem baj, ha egész nap görnyed is a háta, boldog, ha a család az asztalát körbeállja. A következtetést ebből le kell vonni, hogy a legszebb, legjobb nyugdíjasnak lenni. Még akkor is, ha rendelőkben töltjük le fél életünket, és gyógyszerrel tömik pénz helyett zsebünket, örülünk, hogy mégis megértük a szép kort, bár nem daliásan, mint ahogy a rég volt, de hál' Isten, van még mit a tejbe is aprítani, és tudjuk az unokákat szépre, jóra tanítani. Legyen hát a mai ünnep büszkeségünk napja, 60-asok, 70-esek, 80-asok, 90-esek, 100 évesek boldog pillanata, hogy meglegyen mindig az a kicsi, mire vágyik. Tiszta szívből azt kívánom, éljenek sokáig!